Jó estét kívánok, kedves nézőink! Április 22-e van péntek este, ez pedig a Híradó. Köszöntöm Önöket! Ezek a legfontosabb híreink. Személyesen fogadta a lakosságot Lázár János. Elkezdődtek a lakossági fórumok. Környezetvédelem az OVI-ban. Lakossági fogadórát tartott ma délután Lázár János Makón. A térség országgyűlési képviselőjét szociális és más jellegű témákban is megkeresték a makói polgárok. Közel 30-an keresték fel lakossági fogadóráján Lázár Jánost a makói városházán lévő irodájában. Sokan magánjellegű problémákkal fordultak a miniszterhez, míg mások a kormány új programjaival kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Egyik ilyen volt az Otthon Melege program. Csak cselekvőképes személyek pályázhatnak rá, és ezt nem tartom fairnek. Mert élnek olyan emberek is, akik jelenleg nem cselekvőképesek, de van házuk, meg családjuk, és ők is fejlődni szeretnének, csak nem adnak lehetőséget rá. Szintén Apátfalváról érkezett Gacsó József gazdálkodó, aki szerint különbséget kellene tenni a kis és nagy termelők között. Vízjogi engedélye kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni tőle, mert ilyen kisebb gazdálkodók vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy mi ránk nem az vonatkozik, mint egy több száz hektáros gazdálkodóra, és ebben az ügyben szeretnénk tőle segítséget kérni. Ugyancsak a térségből érkezett Makura Barna Szilárd, a Kizombori Marosszögi Egyetértés Vadásztársaság tagja, aki a vadásztilalom részbeni eltörlését szeretné elérni. Ezzel a vadászati tilalommal, ami most a határ mellett van, igen jelentős vadkártot kellett kezdeni a Romániából érkező vaddisznók miatt, és hát erre próbálnánk valami megoldást kérni a miniszter úrtól. A kormány és a polgárok közötti párbeszéd folytatódik. Lázár János országgyűlési képviselő mellett a városvezetés is megkezdte szokásos tavaszi lakossági fórum sorozatát, amelyre várják kérdéseikkel a makújakat. A 7-es számú választókerület képviselője Cirkus Gábor a polgármesterrel együtt tartottak lakossági fórumot tegnap este a koronaszállóban. A már eddig megvalósult és a közeljövőben várható kisebb-nagyobb beruházásokról számoltak be, mindemellett meghallgatták az emberek véleményét is. Farkas Éva Erzsébet a fórum elején elmondta, hogy az elkövetkezendő időszakban párthovatartozástól teljesen függetlenül minden körzetben jelen lesz, mint polgármester, hiszen fontosnak tartja az emberekkel való személyes találkozást. Különösen igaz ez a Makovec könyvtár építése és a környezetének rehabilitációja kapcsán, hiszen ezzel kapcsolatosan nemrégiben el is indítottak egy konzultációt, melyben a makóiak véleményére kíváncsiak. A hagymatikum bővítése jövő tavasszal indulhat. Ez a két projekt állami forrásokból valósul majd meg, a Makovec program keretében, összesen 5 milliárd forintból. Emellett közel 3 milliárd forintra számíthat a város a megyei területfejlesztési alapból. Ebből valósulhat meg Honvéd városrész rehabilitációja, a Makó-Maros-Lele-Vásárhely közti kerékpárút, a piac átalakítása, a csipkesor felújítása és az ipari park is megújulhat. A polgármester kitért arra, hogy választási ígéretükhöz híven az idén is beiskolázási támogatással segítik majd a családokat, és gondoltak a kisgyerekesekre is. Májusban kerül képviselőtestületi ülés elé a bárányhimlő elleni oltásnak a döntése. Ezzel közel 300 családnak adunk lehetőséget, hiszen a szülőknek nyilatkozni kell, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, hogy az óvodába induló gyermekeik számára Makóváros önkormányzata 20 ezer forint értékben támogatja a védőoltást. Bízom benne, hogy minél több szülő fog élni majd ezzel a lehetőséggel. A folytatásban a városrészre vonatkozó 2015-ös felújításokat és fejlesztéseket a körzet képviselője ismertette. Köztük a Szent János téri rokkant parkoló áthelyezését, a parkolóhelyek bővítését és a csipkesori parkolók kiburkolását. Kiemelte, hogy a járda és a csatornázási program befejezésével rengeteg hibát kellett orvosolni az utakon és a tereken. Megsüllyedtek járdaszakaszok, házak alá folytak, a lejtés nem volt jól beállítva, illetve csapadékvíz nem folyt le a járdáról, ezért például tikasztókat építettünk, Szent István téri játszóteret, illetve a sportpályát felújítottuk, a
szennyvízberuházás és a járdaprogram után ott maradt depókat eltüntettük, és ezeket parkosítottuk, zöld növényzettel láttuk el. A képviselő tervei szerint újabb elemekkel bővülhet a Szent István téri játszótér, hamarosan megoldódik a hulladéktároló edények biztonságos elhelyezése, és az idén sem marad el az augusztus 20-ai választókerületi családi és sportnap. Egy hozzászóló kutyamenhely létrehozásában kérte a jelenlévők segítségét, felmerült kérésként a múzeum és más látványosságok kitáblázása, ahogyan az is, hogy az évekkel ezelőtt elszállított padok kerüljenek vissza a város árnyékos részeire. Új helyre költözött a Nemzeti Adó és Vámhivatal Adó és Vámigazgatóságának makói kirendeltsége. Az új, korszerűen felszerelt irodát ma délután adták át. A közigazgatás reformjának részeként ez év január 1-én a kormány elrendelte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezeti és szerkezeti átalakítását. A regionális igazgatóságok megszűntek, megyei igazgatóságok kezdték meg működésüket a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alatt. Ügyfélbarát, ügyfélcentrikus, egy jóval nyitottabb adó és vámhivatalnak kell működnie, aki az ügyfeleket, a gazdasági élet szereplőit nem ellenségnek, hanem partnerként tekinti, és úgy is viszonyul hozzájuk, tehát egyfajta segítő hozzáállást vár el a kormányzat a megújuló adóigazgatóságoktól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal két új, korszerűen felszerelt ügyfélszolgálati irodát adott át ma Csongrád megyében. Délelőtt a csongrádi, míg délután a makói ügyfelek méltó fogadására és ügyeik hatékony intézésére alkalmas kirendeltség nyílt meg. Újabb térségi szintű ügyfélszolgáltatás megújult környezetét adhatjuk ma át közösen, és ez nagy öröm számunkra, hogy közvetlenül a Városháza ügyfélszolgáltatása mellett jósul meg. Köszönjük, hogy korszerűen felszerelték, és olyan körülményeket teremtettek, melyek alkalmasak a mai elvárások kielégítésére, alkalmasak arra, hogy az ügyfelek a 21. századnak megfelelő körülmények között intézik az adózással kapcsolatos mindenfajta ügyeiket. Korábbi helyét kinőtte a makói kirendeltség, ezért is volt szükség egy új irodanyitására. A Hunyadi utcai ügyfélszolgálat kultúrát a mai kor követelményeinek megfelelő ügyintézés lebonyolítását biztosítja itt helyben. Ez azért is jó, mert egyrészt nem kell beutazni a megyeszékhelyre. Ha valaki úgy gondolja, hogy bármilyen információt, segítséget kér, akkor egyszerűen ez a befárad, a kollégák állnak a rendelkezésre. Ezen túlmenően mindenkit buzdítok arra, hogy aki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, az ügyfélkapu nyitást is meg tudja itt tenni a kirendeltségen, ami egyébként egy nagy könnyebbség sok esetben, meg nagyon jó eszköz arra, hogy a saját ügyeinket tudjuk nyomon követni, azon keresztül adóbevallást lehet benyújtani társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatban. Hamarosan kezdődik az adóbevallási időszak, amelyhez majd hosszabb nyitvatartással alkalmazkodik a Nemzeti Adó és Vámhivatal megújult makói kirendeltsége. Virágot ültettek a Bárka Református óvoda csemetéi. A környezet megvédésének tanítását az óvónők már kis csoportban elkezdik. Bogarak rásznak a fákon, átugrik nyuszi a fákon. Ilyen és ehhez hasonló dalokkal és versekkel tanítják a gyermekeket az óvónők a Bárka óviban, a környezettudatos gondolkodás jegyében. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy ez a nevelés már kisgyermekkorban elkezdődjön. A Földvilágnapja alkalmából a héten virággyűjtést szerveztek az óvodában, amelyet a gyerekek tegnap ültettek el. A növényeket maguk hozták, persze szülői segítséggel. Az volt a kikötés, hogy olyan növényt hozzon a gyermek, ami egy évelő növény balkonládába beültethető. Ezt a csoportok közösen az óvónénijeikkel együtt ültetik el, és a saját csoportszobájuk ablakpárkányára helyezik, és utána persze tovább gondoskodnak róluk. Az intézményben jelenleg 5 csoportban 122 gyermek jár, akik már megtanulták, hogyan óvják környezetüket. Többek között azt, hogy nem szabad a faágait letördelni, vagy hogy miképpen bánjanak az állatokkal. Mi arra tanítjuk, neveljük a gyerekeket, hogy ne szemeteljenek, ne törjék le a fák ágait, akkor védjék a növényeket, a védett növényeket ne szedjék le, illetve az állatokat ne bántsák. Ez az óvoda egyik fő profilja, és ezzel a programmal is ezt mutatták be. A Bárka Református óvoda jövő hét hétfőn és kedden tartja beiratkozását reggel 8 és délután 4 óra között a Kálvin utcai épületben. Szegfű millió, és kezdet ámad,
Nemrégiben rendhagyó irodalomórára érkezett Makóra Grecsó Krisztián. A József Attila díjas költő író a Keri diákjainak számolt be pályafutásáról, és az olvasáshoz is próbált kedvet csinálni. Janáki Marianna könyvtáros hívására érkezett Makóra múlt héten Grecsó Krisztián, magyar író, költő, aki a Návai Lajos szakközépiskola 10. osztályos diákjai számára tartott rendhagyó irodalomórát. Grecsó Krisztián célja az volt, hogy olvasásra nevelje a fiatalokat, hiszen úgy látja, ma már csak egy szűk réteg választja ezt a szórakozási formát. Ahhoz, hogy ez a tendencia megváltozzon, a diákok kreativitását ragadja meg. Szerintem ma már a blogok és a Facebook bejegyzések is hasonlóan működnek, mint a korábbi művek, akár irodalmi értékkel is bírhatnak. Éppen ebből kifolyólag irányítja arra a figyelmüket, hogy az irodalom nem csak fekete-fehér képeken és elhunyt szerzők nyomán létezik, hanem egy élő organizmus, melynek az internettel és a filmekkel kell felvennie a harcot. Arról kellene valahogy meggyőzni az embereket újra és újra, hogy ez az egyetlen befogadási lehetőség, ahol ők aktívak. A mozi készen ad mindent, az internet készen ad mindent, csak az olvasásban van a te fantáziádra szükség. Az olvasásnál működik az, hogy neked van egy saját olvasatod, egy saját regényed. Te elképzelhetted azt a figurát úgy, azt a világot úgy, sokkal színesebbre, mozgalmasabbra. Nem biztos, hogy a Trója ostroma úgy néz ki, ahogy az amerikai hollywoodi filmesek megcsinálták, és Achilleus nem föltétlenül Brad Pitt külsejét viseli. A szegvári születésű irodalmár költőként kezdte pályafutását, két verses kötet kiadása után a prózák, majd a regények felé vette az irányt. Legfrissebb műve 2 hete jelent meg Hiámezbál címmel, mely már most a toplisták élén áll. Az író nem titkolja Csongrád megyei származását, a Dél-Alföld kincsei több művéhez, így a Jelmezbálhoz is ihletet adtak. Az újban abszolút fölismerhető apád falva, tehát hogy olyan kis részletes leírása van az egyik fejezetben, ott játszódik az egyik fejezet. Bár ezt így tehát nincs benne, de aki mondjuk környékbeli, az tudja. Hát én nagyon büszke vagyok erre a vidékre, és én nagyon sokat járok ide haza. Nagyon több városban is éltem, Szegeden is éltem 5 évet, Békés Csabán is 6-ot, tehát én ismerem is a környéket. Újságíróként is dolgoztam, ami nyilván azt jelenti, hogy bejártam aki mind a két megyét. Tehát a legkisebb falvakba is megfordultam. Én nagyon örülök ezen. Büszkék lehetünk rá, hogy milyen nagyon sok írót adott ez a vidék a magyar irodalomnak. Az író az előadás után dedikálta a Keri könyvtárának 2 Grecsó kötetét, a Vízjelek a Honvágyról című verses kötetet, valamint a Megyek utána című regényt. A tavaszi szezon első döntetlenjét játszotta a labdarúgó megyei első osztály legutóbbi fordulójában a Makói Futballklub. A pontvadászatban megtorpant csapat jelenleg a tabella 8. helyén áll. Városunk megye egyes csapata, az M-foci Kft. Továbbra is felemás játékot mutat a tavaszi szezonban. 3 győzelme és 4 veresége mellé megszerezte első döntetlenjét is a Csongrád csapata ellen a múlt hétvégén. Az első fél időben a két csapat azonos játékot mutatott, így 0-0-ás döntetlennel vonultak le a pályáról. A második játék részben támadó felfogásra váltott a Maros menti együttes, melynek meg is lett az eredménye. Az 54. percben Kalász Zoltán talált be a hazaiak kapujába. Bár a vezetést a makóiak szerezték meg, a válaszra sem kellett sokat várni, Kovács Sándor a 74. percben volt eredményes, így a végeredmény Csongrád TSE M-foci Kft. 1-1. Méhes Tibor fiai egy ideje már a tabella 8. helyét foglalják el, bár a pontkülönbség minimális az 5. és a 8. helyen álló csapatok között. Az előrébb lépéshez a Sándorfalva gárdáján át vezet az út, a rangadó most szombaton az erdei Ferencváros sportpályán kerül megrendezésre 5 órai kezdettel. A találkozó felvételét televíziónk jövő héten tűzi műsorra. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Személyesen fogadta a lakosságot Lázár János. Elkezdődtek a lakossági fórumok. Környezetvédelem az OVI-ban. Most pedig lássuk, milyen időjárás várható holnap. Szombaton kezdetben csak helyenként, a délutáni órák második felétől. Nyugat felől viszont egyre több felé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Reggel 8, délután 22 fok várható. Kedves nézőink, mint ahogy azt már megszokhatták, híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, valamint a www.makotv.hu weboldalon.
A híradó után a következő műsorokkal várjuk Önöket. 18 óra 15 perctől a társalgót ismételjük meg. 18 óra 45 perces kezdettel pedig a Közéleti Klub Georg Spötler biztonságpolitikai szakértő előadását láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó, legközelebb majd hétfőn jelentkezünk újból friss hírekkel. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak majd. Minden jót kívánok a hétvégére, viszontlátásra!